Józsa Tamás főrendező ötletgazda és csapata minden tavasszal különleges versenyre invitálja a kalandra vágyó egyéneket. A Stream Running névvel elhíresült futóversenyt ezúttal április 14-én rendezték az Alattyáné éjszakában. A 19 órakor kezdődő regisztrációra az ország minden részéről érkeztek a bátor futók. Később aztán 21 óra 30-kor a focipályáról folyamatosan indulva vágtak neki a 7 kilométeres távnak. Alattyán külső részén egészen a Berekerdőig futottak, majd vissza a támaszpontra. És ami a lényeg, az út folyamán rémizgették őket. Nem akadályok vannak, ugye, hanem rémpontok. Ott vannak a rémek 250 méterenként vagy sűrűbben, és amikor futsz a sötétbe az éjszaka közepén, a fák között, akkor egyszer csak mondjuk ott terem egy gólem vagy valami, és akkor az morog, meg csattog a különböző kaszákkal, vagy például volt olyan is, csináltak temetőt, kimásztak belőle a zombik, meg ilyenek. Test lényege nem az volt, hogy gyorsan csináld meg, hogy fussd végig, hanem az, hogy élvezd a futást. Nem volt szintidő, nem volt első, nem volt utolsó, hogy tényleg egy élményfutás volt, ami teljesen új élmény, mint a többi futóversenyen, ami van Magyarországon. Az új élményből nem volt hiány, mint hallottuk. Természetesen minden induló tudta, nagy vonalakban, hogy mi vár rá az úton, mégis megijedtek. Valaki megállt ugye szelfizni velük, valaki nagyon megrémült, valaki nevetett rajtuk, mindenki megállt, mikor megijedt, vagy meghátrált, volt, aki megfordult, és úgy elfutott, úgyhogy ez ilyen kettő dolgot váltott ki. A nagy kaland után éjszaka egy óra magasságában mindenki visszatért a kiindulási pontra, ahol nem üres kézzel várták a folyamatosan érkezőket. A negyedi érmet kaptak a végén, finom teát, szendvicseket, és hát az élmény ugye az felbecsülhetetlen, ami itt van már évek óta. A tapasztalatokat alapul véve a rendezők elhatározták, hogy jövőre következik a Stream Running 4.0. Folyamatosan növekszünk évről évre. Idén már 400-an voltunk, amely nagyon szép szám, és ezt jövőre szeretnénk, ha még kerekebb lenni, és körülbelül a 600 futót elérni.